Szenior örömtáncosok a pécsi Balokánytó körül. Rendszeresen járnak ide, de most egy ünnepségsorozathoz csatlakoztak ezzel a koreográfiával. A keddi táncórákat így szoktuk megtartani. Az egyik táncóra után egy kicsit ott félrevonultunk, söröztünk, kávéztunk, jött Erzsike, és említette, hogy az épület 50. jubileumi rendezvény, illetve jubileumi ünnepségét, hogy meg kellene tartani, és hogy hát valamit találjunk ki. Mondom, nagyon jó, a tavat körbe táncoljuk. Ehhez érkeztek Pécsen kívül Sásdról, Pécsváradról táncos csoportok, hogy a sétányon végig bemutathassák a lépéseket. Először csak táncról volt szó, de utána úgy gondoltuk, hogy mivel én az életet az éveknek, Országos Nyugdíjszövetség, Baranya vármegye mozgás nagykövete vagyok, azt gondoltam, hogy az idős embereket nem csak a tánccal, hanem a gyaloglással, egyéb más sportággal ki kellene próbálni, most itt volna lehetőségünk. És így indult az ötlet, és akkor jött a Nordic Walking, akkor most ott azon a részen, ott a lépcsőnél, ott van a senior torna. Így többféle mozgásformát megmutattak az időseknek, mert a testi aktivitás, köztük a senior tánc fontos ebben az életkorban, mert testileg, lelkileg és szociálisan is segít, mondja a táncoktató. A Balokány 50 rendezvénysorozat egy hosszabb időszakot ölel fel, mondja a Ligetet működtető egyesület alelnöke. 1974-ben tervezte Oltai Péter az épületet. Felvettem én vele a kapcsolatot, mondtam, hogy számíthat arra, hogy meghívásban lesz része. Igazándiból nem tudom, hogy a szakmai program mikor indul, valamikor októberre tervezzük, de hát erről majd időben értesítjük Önöket is. Ez a Balokány 50 tulajdonképpen egy több éves rendezvénysorozat lesz, mert ugye idén a tervezés 50, 3 év múlva megépítették, és 1 évvel később pedig, hogy megépült a színpad. Tehát nekünk van ünnepelni, azt hiszem most legalább egy 4-5 évünk. A tó körbe táncolása a rendezvény sorozat része, mondja Báthori Erzsébet. A mai program pedig egyik rendezvénye ennek az 50-esnek. Ugye hát ők is túl vannak az 50-en, Marikával pedig kitaláltuk azt, hogy táncoljuk már körbe a tavat. Ilyen még úgysem volt, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy olyan rendezvényeket tervezünk, amik különösek, amik nem voltak. Pont azért, hogy olyan célcsoportokat szólítsunk meg, akik vagy ide jártak, vagy pedig nem jártak ide, vagy pedig rendszeres vendégeink. A programon mintegy 200 táncos vett részt. Őket a mozgás programok után zsíros kenyérrel várták a szervezők.